Köszöntöm kedves nézőinket, Staféta című magazin műsorunkat látják. A húsvétról mindenkinek a jó idő, a finom ételek, sonkák, tormák, kalácsok, a hímes tojás és a locsolkodás jut az eszébe, ám több néphagyomány is kapcsolódik ehhez az ünnephez, amelyek talán már feledésbe is merültek. Romsics Imre segítségével tévénk ezeket igyekezett feleleveníteni még áprilisban, nem sokkal húsvétot megelőzően. Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, ám nagyon sok néphagyomány és szokás is kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz, ami talán korábban is jelen voltak, mint maga a kereszténység, ilyen például a tojásfestés és a locsolkodás is, ám a régmúlt Kalocsáján több hagyomány is élt ezeken a napokon. A húsvét tulajdonképpen a magyar parasztságnak a legnagyobb ünnepe, ugye Jézus Krisztus föltámadását ünnepli ilyenkor a keresztény Európa és a keresztény világ, amihez nagyon sok népszokás kapcsolódik, ami talán sokkal korábbi, mint a kereszténység, hiszen a rítusok közül csak említsem a tojásfestésnek a rítusát, vagy a locsolásnak a rítusát, ami hozzákötődik a húsvéthoz, vagy akár a határkerülésnek a rítusát. Ez mind nagyon ősi hiedelem világból származik. Tehát itt is igaz az a tétel, amit mindig el szoktunk mondani, hogy a keresztény világ, amikor kialakul, az ősi rítusokat próbálta belefoglalni a saját keretibe, hiszen az emberek így veszik át ezeket az új ünnepeket, amiket rájuk, néha rájuk kényszerítenek, fogalmazok ilyen csúnyán és durván. Tehát tulajdonképpen a Jézus Krisztus születéséről van szó, ami egy mozgó ünnep. A húsvét a tavaszi ünnepkörnek a közepe, a húsvéti ünnepkörnek fogalmazhatnék így is a közepe, hiszen a hamvazó szerdától húsvétig és a húsvétig pünkösdig tartó időszakot a húsvét ünnepkörnek szoktuk mondani, és majd a pünkösd ünnepkört egy tágabb fogalmazásba az utána következőt. Tehát maga a húsvét az a húsvét vasárnapját megelőző 7. héten kezdődik vasárnapján, és 50 nappal később a pünkösde fejeződik be. Most azért mondjuk, hogy mozgó ünnep, mert már a Nicea zsinat 325-ben Krisztus után meghatározta azt, hogy a tavaszi nepegyelőséget követő holtölte utáni vasárnap maga a húsvét, tehát ez egy nagyon tág határok között mozog, hiszen március 22-e és április 25-e közé bárhova eshet a húsvét, tehát ez hordozza magán a farsangot, a nagyböjtöt és a pünkösdöt is hordozza magán, tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy mozgó ünnep. A legfontosabb szokások, már persze a nagyböjtbe kölemlőtenünk húsvéti szokásokat, hiszen ez készíti elő magát a húsvétot, és a neve a húsvétnak is ebből ered, ugye húsfogyasztás tilalma a böjtbe, és a húsvét a húsnak a mögvonása, tehát ezt jelenti tulajdonképpen maga ez a szó is, tehát erre az előkészületre épül föl. Talán nem kellene az elején kezdeni a nagybőjtnek, de azt azért hagyd mondjam, hogy a virágvasárnap, vagy virághét, ugye virágvasárnapot megelőző hét, amiben éppen most is vagyunk, ez az időszak, ami a nagymosásnak az időszaka. A fekete hétön, a középső hetekön nem szabad mosni, virághétön ki kell mindent mosni, hiszen kimegyünk a télből, várjuk a tavaszt, a ruhákat, az ágyneműket, mindent kimosnak, ilyenkor szárad, de a nagy hétön, tehát húsvét előtti hétön már mosni nem szabad, ez már tilalom alá helyezi a magyar népszokás, és ekkor kezdődik a nagy takarítás. Minden házat, minden épületet kitakarítanak, kimeszelnek, tehát a nagy takarítás időszakában vagyunk, és az utolsó napján ennek a nagy hétnek, most itt szombatról beszélünk, a nagy szombaton már például főzési tilalom is van, pontosabb inkább úgy mondom, hogy még megfőznek szombaton, mert vasárnap és hétfőn nem szoktak főzni a régiek. Nem mindenki tartott ezt a szokást, mint ahogy karácsony napján se főztek, húsvét napján se szoktak főzni, tehát nagy szombat az, amikor megfőzök mindent a húsvét vasárnapra, húsvét hétfőre. Természetesen ilyenkor megfőzik a sonkát, megfőzik a tojást is, amit majd csak húsvét vasárnapján szentétetnek, mert addig nem lehet fogyasztani. Tehát hiába főzöm meg nagy szombaton, nem fogyaszthatom, hiszen még a Jézus halva fekszik, tehát még mindig a bőti időszakban vagyunk.
Egy nagy csütörtökön a harangok is elvonulnak, ugye úgy tartotta a kalocsai néphagyomány, hogy nagy csütörtök örökre kilenckor hal meg Jézus. Onnantól kezdve elnémulnak a harangok, ugye Rómába mennek, ahogy a kalocsaiak mondják, és majd csak nagy szombat estén a föltámadás után lehet a bőti ételöket elhagyni, rátérni egy más típusú étkezésre, de maga a húsvéti szentelmény, a sonka, a tojás és a kalács, az majd csak a vasárnapi mise, nagy mise után kerülhet föl az asztalra, amikor megszentelik őket. Most ehhez a nagy heti néhány naphoz nagyon sok szokás kötődik, így például Kalocsán nagyon erős a nagy csütörtöki Jézuska keresés. Tehát amikor meghal Jézus, este az asszonyok és a gyerekek, a férfiak általában nem, elmennek Jézuskát keresni, itt Mária énekeket énekelnek, tehát a szállásnak az összes köröztjét fölkeresik, imádkoznak, Mária énekeket énekelnek, úgy szokták mondani, hogy átérzik Máriának, az anyának a fájdalmát, hogy elveszíti a fiát. A férfiak majd csak péntökön kapcsolódnak be ebbe az emlékezésbe, amikor a templomba köröztjárás van, a stációkat járják végig általában a templomba, ahol emlékeznek Jézus Krisztus kínszenvedésére, és ekkor nagypéntökön már fölállítják a templomokba, ahol van, ugye hát Kalocsán van templom, és a 19. század közepítő Homokmégyen és Szakmáron van templom, fölállítják Jézus Krisztus sírját, amit a 20. században például a Leventék őriznek. Tehát nagypéntöktől egészen a föltámadásig őrzik Jézus Krisztus sírját, fölváltva éjszaka is őrizték ezeket a sírokat, és ilyenkor volt a Jézuska csókolás is, amikor meglátogatják Jézusnak a sírját, és a sír elé helyezett körösztönt, megfeszített Jézust csóka illeték a kalocsaiak, és ekkor például a pénzt nem a pörsőjbe dobták bele, hanem egy külön szalvétával terítő tányérba helyezték el az adományokat. A föltámadás után, ahogy említettem, érkeznek vissza a harangok, onnantól lehet harangozni. Korábban, amikor a harangok Rómába járnak, tehát nagy csütörtök reggelitől nagy szombat éjszakájáig, kereplőke, hatalmas nagy kereplőke tudatták a szálláslakókkal, vagy a városlakókkal, hogy mikor kezdődik a mise. Több kereplő is, kisebb kereplő, nagyobb kereplő, de általában egy nagyon nagy kereplőt tekertek a templom tornyába, vagy ugyanúgy szétvégye a hírit a mise kezdetinek. Vannak más vidékük, ahol csöngővel adtak hírt erről, de itt Kalocsán a kereplő volt szokásba. Ezt csak azért említem, mert mindenki ezt a kereplőt a mohácsi a busójárásához köti, de hát a kalocsaiak is ilyen módon ezt ismerték. Nagyon fontos hagyománya ennek a húsvéti ünnepkörnek, a nagyhét végi ünnepkörnek a határkerülés. Kalocsán is a 19. század, vagy még a 20. században is a határkerülést ismerték az emberek, ami azt jelenti, hogy feszületük alatt ének szóval, amikor a köröztöket meglátogatják, a határt is megkerülik. Ennek is egy nagyon ősi szokásrendje van, tehát még a kereszténység előtti világból származik, hogy én bekerítöm a rosszat, megpróbálom a gonoszt távol tartani a földemtől, a terményemtől. Tehát ennek van egy ilyen régi varázsereje, amit például az egyház tilt is, tehát a különböző századokban többször olvashatunk ilyen tiltásokat, hogy megtiltják, hogy ének szó alatt, köröszt alatt vonuljanak a határba, tehát ez ennek a határkerülésnek a hagyományát próbálja tiltani az egyház, ami hangsúlyozom egészen a 20. századig megmarad. Magának a húsvétnak talán aktualitása van, az időszaka is változik, hiszen a kezdeti időkben 4 napos a húsvétnak az ünnepe, a 12. században csökkentik meg 3 naposra, a 18. században 2 naposra, és a 20. század elején 11-ben a pápa 1 naposra csökkente a húsvétnak az ünnepét, de Magyarországon mindig az utána is a 2 napos húsvétot tartották, tehát a húsvét vasárnap és a húsvét hétfő is az ünnephöz tartozott. Erdélyben tartották valamikor is a 3 napot, és talán pont az idei esztendőben hozza meg a magyar parlament a törvényt, hogy nagypéntököt is ünnepén nyilvánítja. Tehát úgy látszik, hogy visszatérünk az ősi, a 3. századi szokásra, hogy 4 napos ünnepe van Magyarországon a húsvétnak. Ez nagyon ritka, hogy Mexikó, egy-két Dél-Amerika országban nagyon erősen vallásos a nép, ott van ez a hosszú húsvéti ünnepkör. És hát ott van
a barka szentelés, ami szintén egy nagyon ősi dolog, barkát és tüzet szentőnek ugyanebbe az időszakba, tehát nagy hétnek a miséjein. A barkát, a szentőt barkát, azt vagy a padlástérbe szúrják be, vagy a házajának a gerindázatába szúrják be, amit egy évig ott tartanak, hiszen ez a húsvétkor szentőt bark, ez villámcsapás ellen véd, vagy a barká bimbójának, virágjának a lényelés, a torokfájás ellen véd, tehát nagyon sok hagyomány fűződik, szokás fűződik ezekhez a szentelményekhez, és hát a tűzszentölés is fontos, hogyha azzal gyújtják meg a háznak a tűzit, akkor ez szintén egy fontos szentelménye a magyar parasztságnak. De az ételekhöz is fűződnek ilyen szokásuk. Csak egy példát mondjak, a főcsónka csontját, az például fölakasztják a gyümölcsfákra, mert ezzel próbálják a gyümölcsfáktól a férgeket, a kártevőket távol tartani. Ugyanígy hagyd mondjak még egy szokást, amikor megszólalnak a harangok, amikor visszaérkeznek Rómából, akkor valaki fölkap egy söprűt, körbe szaladja a házat, ezt vagy az asszonyok szokták, vagy a gyerekök, és kiabál, hogy kígyók, békák, szaladjatok, mert föltámadott a Jézus, tehát ezzel a házt, a lakótért próbálják távol tartani az ártó férgeket. Még azt is mondhatom, hogy az ártó szellemeket, hogyha a régiségbe gondolkodunk. És hát így érkezünk el húsvét hétfőhöz, ami teljesen más világot ad a korábbi nagybőjti időszakhoz képest, hiszen a nagybőjt az nem alkalmas a mulatozásra. A fiatalok ilyenkor nem tudnak összegyűlni, máshogy mondom, nem mulatozhatnak, nem zenéhetnek, nem táncolhatnak. Persze össze-össze ülnek, hiszen azért a 40 nap az hosszú a fiataloknak, hogy ne találkozzanak, de csöndesen beszélgetnek paskumokon, hogyha jó idő van, összeülnek, játszanak, de a tánc az tiltva van. Ellenben húsvét hétfő az újra bálnak az időszaka, délelőtt természetesen folyik a locsókodás, ahogy illik. A locsókodás hagyománya az sok mindenből eredeztethető. A katolikus, a keresztény vallás általában azt mondja, hogy ez Jézus Krisztus megkeresztelésére, a keresztelködésre utal. Mások azt mondják, Bibliában eredeztetik, hogy a Jézus föltámadását hirdető, terjesztő asszonyokat az őrök víze próbálták meglocsolni, hogy elcsitítsák őket, és erre utal. De azt is mondhatjuk, hogy a víze való locsolásnak szintén termékenység varázsoló jellege van még a keresztény vallások előtt, tehát nagyon nagy a valószínűség, hogy ez is egy ősi rítusnak az átörökítése, átmentése hogy a mi világunkban. A lányokat szoktuk mondani, hogy vízzel locsolták, de hogyha egy kicsit a régiségben belegondolunk, akkor a piros tojás, a hímes tojásnak a léte éppen arról szól, hogyha meglátogatom a lányokat, megválthatja a locsolást piros tojása. Hogyha valakinek nem volt váltsága, piros tojása, akkor meglocsolták a legényük. Ez ugye a 20. század, a 19. század végére úgy változik, hogy mindenkit meglocsolnak, ha van tojása, ha nincs tojása. És hát ez faluhelyekön, ez szó szerint vizet tessék érteni, vödörre merték a lányokra a vizet, sőt, hát ha arra gondolunk, hogy Erdélyben megmarad a vízbe vető hétfő, akkor azt is látjuk, hogy egyszerűen bele dobták vízbe a lányokat, és hát egy idő után változik olyan módon, hogy merik rá lányokra kútba a vizet, és amikor a kutakat megszüntetik, itt most már a 20. századnak a második felébe vagyunk, akkor terjed a szódásüveg és minden másfajta technika, ami bűvizet lehet produkálni. Tehát a lányokat meglocsolják. Minden lány természetesen igyekszik elbújni, de nagyon nagy szégyen volt annak a lánynak, akit nem locsoltak meg. Vagy például, hogyha a legények gyűjtötték már húsvét vasárnapján a tojásokat, amiből rántottát sütöttek húsvét hétfőn, és utána indultak locsolni, hogyha valamelyik lány háza elé odaszorták a tojásnak a héját, az nagy szégyen volt, hiszen az a lánya valami probléma volt, és hát ezt meg szégyönítésképpen szórták oda ezt a tojást. Ez hasonló, mint Észak-Magyarországon tuskót húzatnak azok a kivagyi lányok, akiket meg szeretnének szégyöníteni a legények. Tehát a régi világnak a falusi társadalma az kicsit egészen más, hogy nem is kicsit, egészen más, hogy szerveződik, mint a mai társadalom.
társadalom. Talán mondom azt, hogy mindenkinek meg volt a helye, és talán mondhatom azt is, hogy mindenki jobban el tudott ebbe a világba igazodni, mindenki jobban meg tudott felelni, mint a mai világban. Ugyancsak felidézzük azt a honvédelmi napot, amelyet idén is megtartottak a kalocsai légvédelmi katonák hagyományőrzők köre, mely során három helyszínen koszorúzással emlékeztek meg hőseinkre, de volt haditechnikai bemutató is. Így vonult az 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis katonái és az 5. Bocskai István lövészdandár hódmezővásárhelyi fúvózenekar a Szentháromság téri hősök emlékműhöz. Három helyszínen helyeztek el koszorút és emlékeztek meg hőseinkről a honvédelem napján. Emlékezünk az eledeinkre, mégpedig három megemlékezés kapcsán, és azért honvédelmi nap a neve ennek a mai rendezvénynek, mert ez összefoglalja ezt a hármat. Nevezetesen a honvédelem napja, a magyar hősök napja és a kalocsai alakulatokról történt megemlékezés alkotta ezt a megemlékezés sort, és a befejezés pedig egy haditechnikai bemutatóval és egyéb látványossággal zárul. Kalocsa katonaváros, tehát az idősebbek ismerik a katonákat, fiatalok már sajnos nem, a még idősebbek pedig sajnos sok olyan katonát ismerte, akik elestek a háborúba, illetve azoknak a nagyszülei, dédszülei. Tehát rengeteg áldozata volt ennek a fegyveres gyilkolásásnak, és így emlékezünk hőseinkre, hogy azokat a neveletes eseményeket felidézve egy-egy koszorút, egy-egy virágszálat elhelyezünk az emlékművükön. Így koszorút helyeztek el a 48-as téren, ahol a Magyar Honvédség napját ünnepelték elsőként. A 48-osok terén a Magyar Honvédség napját, ami a Budavár visszavételének napján, május 21-én van tulajdonképpen, de hát mind a hármat nem lehet egy napra összehozni, így mégis május 25-én történt ez a megemlékezés. Hiszen a 48-as szabadságharcban alakult meg a Magyar Honvédség, mint fegyveres erő, és a dicső 1849-es tavaszi hadjárat csatájának sorozata ezzel a budavári csatával, azaz a várbevételével zárult. Majd onnan a Szentháromság tére ünnepi menettel vonultak át, ahol Vince Máté, a Dózsa György iskola diákja szavalt. Hajnal suhog, zablavas zörren, kattog a katonavonat. Fut az országút visszafelé, két oldalt nyárfái dörögnek. Szél viszi el, lehellet kapja fel a sírást. Végbúcsunk, végvacsoránk nehéz páráit. Ölelőkarunkat puszálja. Fohász, káromkodás, most segíts! Szelek, jöjjetek! Söpörjetek! Oltalmaz, rejtőzködő Isten! Gyümölcsírtó boldogasszony, ments meg irgalom kútja! Bennünket szólít a parancs, és parancsra új parancs, szabályra új szabály. Siratnak árva ajtók, küszöbök, köhögő kapuk. Ríj utánunk a kasza, az elhagyott ekevas. A jászol, anyánk egyetlen fiát siratja. Sír a malomban a búza. Szeretőnk tépett tulipánok közt érdel. Asszonyaink zuhatak könnye elárad tengertől tengerig. Parancsra új parancs, szabályra új szabály. Döngölünk idegen földet. Sebhelyes, letarolt mezőn lakolunk vérben, veszélyben, gyalázat zöld sarában. Ikrás iszap az ágyunk, fülünkbe vas szúnyog zizeg, füstoszlopok, fakorona csörgés. Kicsinyeink sikoltva kiáltanak, mert lángol az otthoni léckapu is, bogasfa, jeles gerendaropok, emelkedik porsátora a pusztulásnak, tántorgó térdel felállunk, parancsra új parancs, és szabályra új szabály. A Szentháromság téren az ott felállított hősök emlékművénél, ami az első világháborúban fogant gondolatok alapján elrendelte, törvényben rendeltek be, hogy minden településen
alapítsanak, illetve állítsanak emlékművet a első világháború hőseinek, amihez később csatlakoztak a II. Világháborúval elhunytak is, és az már egy közös hősi emlékműként szerepel több településen. Majd a Hódmezővásárhelyi Fúvózenekar előadása után szintén díszmenettel vonultak át a Csillesborgba található emlékműhöz. Tavaly május 21-én felállított Kalocsa katonaváros emlékműnél, ahol minden egyes volt kalocsai alakulat emlékkővel rendelkezik, amire most koszorút, illetve virágszálakat helyeztünk el. Ezután a Nebuló iskola diákjai is elhelyezték az emlékezés virágait. Az ünnepségek végén a Csillesborgban haditechnikai eszközök bemutatóját tekinthették meg a jelenlevők, melyet a gyerekek nagyon élveztek. Légvédelmi rakéta, ami ismerős, hiszen Kalocsán egyszer volt már légvédelmi rakéta ezred, ami közismerten szerepel az eszközök között. Egy vegyvédelmi, illetve biológiai sugárfelderítő eszköz, ami magyar gyártmány, és két harcjármű, egy páncéltörő rakéta indítóállvány, illetve egy szállító harcjármű, ami szintén fegyverrel rendelkezik. Azon kívül ezek szállító eszközei, kísérő eszközei láthatóak. Azon kívül lövész és rajfegyverek is bemutatásra kerülnek, valamint mint említettem, egy toborzópont is települt, ahol tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők, hogy hogyan lehet a magyar honvédségbe kerülni, illetve mik a lehetőségek, mik az életpályák. Azon kívül a Kalocsai Sportegyesület lövészszakosztálya egy videólőteret is telepített, ahol ki is próbálhatják a fegyvereket az érdeklődők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét, kellemes tévézést és jó pihenést kívánok önöknek, viszontlátásra!